Az elmúlt tehát nagy örömmel üdvözölhetem itt Szabadkán Szándékén önkormányzatának képviselőt, Szándékén polgármesterét, és egy elég széleskörű gazdasági delegáció járt az egész körzetnek. Szándékén egy ipari város és egy nagy ipari központ a Svédországnak. Az van, hogy az a delegáció most itt van, annak a jelentőségét erősíti az is, hogy itt van a svéd királyságnak a belvelőn az követe, ami arról tanúsít, hogy azt jelenti, hogy a svéd nagykövetség is kiemelten ide figyel erre a látogatásra. Ez elsősorban egy gazdasági kapcsolatteremtés, egy gazdasági kapcsolatok az elmélyítését célozta meg ez a mai, illetve holnapi itt létünk. Arról kellene, hogy szóljon, hogy az elkövetkező időszakban Szabadka, illetve Szabadka körzete és a svédországi esetleges gazdasági emberek megerősítenék az együttműködését. Mindenféleképpen arra számítunk, hogy esetleg svédországi beruházók jelennek a Szabadkán, és azt kell, hogy mondjam, hogy először történik meg, hogy egy ilyen megbeszélést konkrét több mint 30 gazdasági szubjektumnak a tárgyalása és ismerkedése is követi. Ezen kívül pedig arról kell beszélni, hogy valójában ezt a mai látogatást és a holnapi ítélet közösen szervezte meg az Észak-Bátori Körzet, a Szabadkai Önkormányzat és a Regionális Gazdasági Kamara. Tehát a politika és a gazdaság az együttműködése valójában ez a meglátogatás, az együttműködésnek, illetve a fejlesztéseknek az elősegítése.